Na, Lóka, sziasztok! Régóta nem volt PUBG. Így körülbelül középen vagyok. Az a pálya, hogy most így játszottam be a játékot, átdobtam SSD-re. Szóval elvileg most a videókártya meg a proci szab határt a játéknak, nem pedig a HDD mérete. Ugye most mivel kisebb ez a max felbontás, azért Full HD van a második monitor, az Full HD-s, de ez a max felbontás, ez 1360x768. Ez ugye valószínűleg most jobban fog futni, meg ugye nem live van, hanem sima felvétel. Szóval nézzük meg, hogy fut. Viszont nem csak azért csinálom ezt a videót, mert én jaj, PUBG-zok, mert amúgy ezt látjátok, nem? Ezt nem. 6 perc az elmúlt 2 hétben, tehát ezzel az új 3x, 6x, meg új fegyókkal nem nagyon barátkoztam még meg. Sőt, mióta azok bejöttek, mióta a teszt szerverre bejöttek, én azóta nem is játszottam a sima PUBG-val se, nem a tesztes cuccal. Viszont, mint mondottam, nem csak a gameplay miatt csinálom ezt a videót, hanem azért, mert én rendeltem perifériákat végre. Nem tudom, hányan tudjátok, hányan nem, de én ugye most, ezt még senki se tudja, de én megkaptam most azt a 2 heti fizut, amit mentem még ebben a hónapban, amikor még ugye fönn voltam Pesten, nem Pest környékén kell mondjuk azt. És rendeltem egy fülest, egy egret, egy billentyűzetet és egy egérpadot is. Ezeknek a pontos leírásait úgy mond, hogy milyen füles, milyen ez, milyen az. Hát most tudom, de ilyen pontos specifikációkat nem nagyon. Tehát a füles az a Hama Urage Soundze Evo 7.1 valami. A lényeg az, hogy a VR-osoknak is volt tesztje ebből a fülesből, és ők is nagyon-nagyon mondták, meg lehetett hallani a mikrofon tesztjén is, hogy kurva jó a mikrofonja, a beépített mikrofonja, és nem is olyan drága maga a füles. Úgyhogy egy olyat rendeltem, ez ugye mivel hétfőn ünnep van már megint, ezért kedden fog megjönni. Valószínűleg. Ó, bakker. Az egér az egy SteelSeries Rival, Rival 100. Az ilyen 10.000 körül volt. Amúgy a füles az 20, 19.990, tehát 20. Rendeltem egy ilyen SteelSeries Quick Hyper Beast-es egérpadot. Azt ajánlották az egér, ez meg kurva jól nézett ki. Meg rendeltem egy vezeték nélküli valami kanyon billentyűzetet. Csak azért, hogy ne legyen ilyen sok kábel itt a környéken. De amint látom, igen, ugye a földön keresztül előtt engem. Na minden is meglátjátok ti is, hogy mennyi lesz majd a betöltési idő, vagy valami hasonló. Tehát ezt, igazság szerint ezt a videót ezért csináltam, hogy ezt elmondjam. Meg hát ugye változott ez a dolog is. Menjek ilyen One Man Squad-ot, meg FPP. Most este fele van, és úgy tűnik, hogy működik, nem, tehát nem rossz a net. Vicces amúgy, mert napközben kb. 20 percenként elmegy, és ez nem vicc. Tehát akartam betelefonálni. Tehát akartam betelefonálni, és nem tudtam, mert ugye folyamatosan mondta a robot, hogy többet kell várni, többet kell várni. És ugye küldtek visszahívót, amit nem vettem fel, mert nem vettem észre, hogy csörög a telefon, ami nem tudom, hogy történhetett, amikor bemolt a zsebembe, na mindegy. És max hangerőm volt, és rezgett is elvileg. De nem vettem észre, mert gratulálok, hogy ide állsz. De valószínűleg azért nem tudtak foglalkozni. Tehát azért nem tudtam betelefonálni egyből, mert annyian telefonálnak, mert szar a net. Egyszerűen telefon sincs, meg tévé sem volt. Tehát náluk van valami gebasz bent a telekomosoknál. A telekomnál. Valószínűleg.
Ezt tegyük már le very low-ra, én azt mondom. Most ezek a beakadások eltűntek, de hát a médiumon akkor is ilyen 50-60 FPS-en van. Tehát nem nagyon elég. Nem hiszem azt egyébként, hogy megjönnek ezek a dolgok, akkor minden sokkal jobb lesz, tehát hogy én sokkal jobban tudok majd játszani, vagy ilyesmi. Az biztos, azt olvastam, hogy az egérbe elvileg teljesen más motor van, mint ezekben a sima cuccokban, vagy a SteelSeries Engine, vagy nem tudom micsoda. Ez már nem lesz itt, meg a füles is hát másképp fog kinézni, meg a hangminőség az nagyon-nagyon javulni fog. A legnagyobb, én nagyon remélem. És ennyi. Amúgy izé volt terve, nem tudom, hogy azt mondtam, mert biztos mondtam, egy Logitech G35, csak az a baj azzal, hogy a mikrofonja az én személy szerint úgy gondolom, hogy a mikrofonja tesztek alapján, tehát én hangtesztek alapján nem olyan jó, mint ennek a fülesnek, amit ugye rendeltem végül is. És 35 ezer forint egy G35. Rendben, hogy itt fent van a fülesen a hangerőszabályzó, és a fülesen van itt három programozható gomb, amire elvileg bármit be lehet állítani, de hát... Ja, de nem az lett. Végül is. Ott volt egy soti. SK-s sem már lövöldöznek. Olyan folyékonynak tűnik amúgy a kép. Nem tudom, hogy nem 60 Hz-es van a tévé, pedig 60 Hz-es. Tehát ilyen, nem tudom elmondani, mert megnézem a másik monitoron a videót, vagy akármit, ott meg jó minden. Tehát ilyen kicsit furcsa. Amúgy. De már néztem amúgy ilyen 60-70 környékén. Na, 3x ilyen még úgyse volt nálam. Tehát 60-70 környékén azokat a 27-szoros Full HD-s, 27-szoros ívelt kijelzős monitorokat. Ami nem egy millisekkes válaszidővel rendelkezik, hanem 5 vagy 4, de hát szerintem ez a tévé, ennek a tévének vagy 20 millisekkes a válaszideje. És az olyan nagyon nem számít, tehát a szemed úgyse tudja lekövetni. Én úgy hiszem, most 1 millisek, tehát 1 század másodperc, vagy 5 század másodperc úgyse bírja a szemed lekövetni annyira. Hol? Nem tudom, hogy hol, de hogy pontosan merre. Ablakok törtek. Na jó van, menjünk följebb. Azt nem lőttem meg. Mindegy, nem baj. Megnézzük most a 3x-et akkor, én azt mondom. Nem kell, az pont kell mondjuk. Jó van. Nézzük meg a dolgokat. Ügy, ez itt van valahol. Olyan. Valamilyen betűvel lehet ezt az irányzékot változtatni. Én úgy tudom, vagy lehet, hogy csak 4x, meg 6x, meg 8x, meg ilyeneknél lehet. RX, ja, X-el elrakom. Akkor nem tudom, valamilyen elvileg lehet. Azon változtatni, nincs bandage-em, se szuper. Még elég jó, eléggé vicces, hogy ott ment az ember. A szedi volt, rohadjál meg.
Ja, ez is megváltozott, erről nem is tudtam. Tégy, szar vagy, tudom. Nem játszottam rá régóta, meg amúgy se tudtam játszani vele soha. Na, menjünk még egyet, ezt tovább nem húzom az időtöket. Na, mint látom, nem töltötte újra be a textúrákat. Mert ilyenkor az a baj, hogy felveszi az ember ugye a beállításokat, és leveszi, de nem veszi le a textúra minőséget, tehát ugyanúgy a médiumot tölti be. Ez very low. No, ez már medium. Tehát a mediumon nem milyenek a textúrák, vagy very low-on biztos sem milyenek a textúrák, ez medium. Na mindegy, ebben nem, hát nem akad, de hát ez a 40-50-60 FPS, amikor leugrunk, vagy leérkezünk, vagy leérkezek oda a 100 emberhez, jó nem 100, de legalább mit én, 20 emberhez, 40-50 emberhez, akkor az elég kevés. De mint látom, a facecam az eléggé jó, amúgy. Tehát ezzel az egy darab... Pont akartam mondani, hogy milyen fasz a facecam, hogy ezzel az egy darab lámpával is eléggé jól bevilágítja azt a hülye fejemet. Erre nem lássuk ez a hülye lámpa. Na nézzük meg a Haciendát, én azt mondom. Mert azt, hogy mennyire fog beakadni, mert biztos sokan jönnek oda, majd mindig sokan mennek. De szerintem a gépnek a textúrája is megváltozott, nem? Vagy az ilyen volt? Alapból. Na mindegy. Zsupsz. Az a baj, sose tudom mikor kell lehúzni, már megint túlhúztam. Tehát jobb lent a térképe lehet látni, hogyha elvileg ott van a szélén, akkor repülünk a legjobban. Elvileg. Na, elhúrtam. Nem baj, ide jövök. És ott az már van. Ami a tököm ez? Ja, izébe játszok, bakker. Látom ezt a lagot, mert mindig nem oldották meg. Ez mi? SG pedig Shadianhoz van. Kaptam a csillentet. Hello? Az ilyen játékot tipikusan a live-ba lenne jó tolni. Az a baj, hogy csak 30 golyó van. Fent mászkál valaki. Fasza! Az a baj, hogy ennyi lett volna ez a videó. Mert ez is egy év, mire fölír. Szóval elmondtam, amit akartam, és nem volt unalmas nagyon alatta a gameplay. Úgyhogy csáuka!